Jó reggelt kívánok, namaszkár! Sagi Péter vagyok, üdvözlöm Önöket az Indiai Nagykövetség kulturális interjú sorozatában a Kutfőben. Mai vendégem Morovszki Ildikó, festőművész és tervezőgrafikus, aki indiai éveiről, munkásságáról és az Indiában szerzett tapasztalatokról, benyomásokról, ihletforrásokról fog nekünk mesélni. Az első kérdésem az lenne Ildikóhoz, hogy tervezőgrafikus vagy, de gyermekkorod óta festesz. Hogyan váltál egy kiforrott művésszé? Milyen úton vezetett a pályád? Üdvözlök mindenkit először is. Hát igazából gyerekkorom óta szerettem rajzolni, festeni, és a tanulmányaimat is a művészeti szakközépiskolába, iparművészetiskolán fejeztem be. Grafikusként. Elsősorban grafikusnak tartom magam, a reklámgrafikával foglalkoztam életemben keresztül, és a festészet az valahogy mindig ott volt a háttérben, mert nem került előtérbe, mindaddig, amíg Indiába ki nem mutattam, és nem töltöttem el a szívébe. Úgyhogy a festészet az igazából ott kezdődött Indiában. Mindannyiunk előtt ismert magyar és indiai származású festőnő a 20. század első feléből, aki fiatalon meghalt, de ennek ellenére egy rendkívül nagy hatású életművet hagyott maga után. Te is bemutattad az életét az ecseteddel. Hogyan tetted ezt, és milyen benyomást tett ő rád? Amit a Sergi egy nagyon-nagyon fontos személy az életemben, igazából azt hiszem, az ő hatására kezdtem meg komolyan festeni. Ahogy kiérkeztünk Indiában, megismertettem, úgyhogy fölkészültem az ő életéből, hiszen mégiscsak egy kulturális kapocs India és Magyarország között, ami elég fontos volt számomra, mint egy diplomata feleségnek, akinek mégiscsak tisztában kell lenni a két ország közötti kapcsolatokról, és hát a kultúra összén mégiscsak közelebb áll hozzá, mint bármi más az emeletéren, és amit a Sergő volt az, aki mint művész, nagyon közel állt a szívemhez, és tulajdonképpen azzal kezdődött a mi közös kapcsolatunk, hogy elkezdtem festeni az ő festményeit, de egészen más technikával és egészen más stílusban, tehát nem más stílusban, hanem más méretben, tehát akkor elkezdtem az olasz festményeiről, és ennek az volt a célja, hogy egy kicsit promotáljam és megismertessek mindenki azzal, aki nem ismeri esetleg, amit a Sergőt, aki betéved a lakásomba, a műtermembe, hogy rácsodák őben, hogy mit tudok fantasztikus festmények is ezek. És tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy mesteremnek tettünk el így módon, hiszen nagyon sokat tanultam az ő munkái kapcsán, a festészetről magáról, és a technikáról, amit ahogyan ő festett. Valamint még azt is utáltatlanom, hogy amit Sergőnek a munkássága szintén meghatározó volt számomra, mert ő volt az a festőnő Indiában, aki igazából ezért a festeni a szegényeket, tehát hogy azt a réteget, ami tulajdonképpen tabunak számít, vagy érinthetetlenek, tehát egy olyan témát karolt föl, ami szerintem egyedülálló volt abban a korban, főleg Indiában, és egy más tabu témákat is azért meg
hogy érintett az ő festészete, ami szerintem nagyon fontos mérföldkő volt az indiai festészetben. És akarelleket készítettél, milyen olyan motivum volt, vagy milyen olyan stílus ellen volt, amit átemeltél a saját festészetedbe tőle, ha lehet ilyen? Igazából azt hiszem, hogy nem is annyira magát az ecset használatot, vagy a festészet stílusát vittem át a saját festészetembe, hanem inkább azt a gondolatosságot, hogy mennyire fontos, hogy a szegényeket megfestette, hogy én is elkezdtem festeni az utcai emberét, azokat a nőket, akik hordják a vizet a fejükön, azokat a koldusokat, azokat a szegény embereket, akik erre föl kellene figyelni, meg föl kell figyelni, meg föl kell figyelni. Tehát, hogy inkább azt a részt hittem tovább, nőket festettem, akiket nem tud egyszerű az élettel, és szerintem egyszerű napokban, főleg európai számmal látva, tehát nehéz elképzelni, hogy nap, mint nap, mert azért a folyóról vagy a folyóról oldik a vizet, és ezt megmutatni az embereknek. Tehát itt tényleg kiszerűen és egyfajta szociális érzékenységet előhozni mindenkitől ezeket az embereknek kapcsolatban. Ez volt az, amit ő így leginkább így átadott nekem a festészetén keresztül. Talán részben ezeket érintettük, de mégis mesélj a leghosszabb indiai tartózkodásodról, tehát előtte is jártál már Indiában, és hogy az első kiállításaid hogyan fogalmazódtak meg ezek a The Way I See India, ahogy én látom Indiát, és a Faces of India, India arcai címet viselték. Hát 4 évet töltöttem Indiában a családommal, a férjem kint dolgozott a Mumbai-ban, az a magyar főkonzulátuson. Előtte nem voltam Indiában, és megvan őszintén, hogy nagyon nagy izgalommal vágtam be ebbe az ügybe, mert az embernek azért mindenféle információt kap mindenhonnan Indiával kapcsolatban, és nagyon kíváncsi voltam rá, igazán nagyon kíváncsi voltam rá, hogy mi várott rá. És amikor leszálltam a repülőről, akkor, és megláttam a színes falatáról, akkor, és az egésznek a hangulat, a feelingje, hogy meleg van, hogy rengeteg ember, mindenki színes, minden vibrál, akkor úgy döntöttem, hogy én most jó helyen vagyok, megérkeztem, és hogy én eztem ez itt egy paradicsom lesz. Ezt már így akkor láttam, hogy kiértem a repülőtérről, és igazából valahogy már akkor tényleg éreztem, hogy itt valami egészen meghatározó dolog fog történni, valami egészen nagy változás, mert akkora változás volt ez nekem is, hogy Indiába kimentünk, hogy valami lesz történni ezzel. Tehát ez maga volt a csoda, és belevetettem magam az indiai életbe, és rengeteget fotóztam, mindenhol, mindent bejártam, riksával közlekedtem, tuk-tukkal mentem mindenhova, élveztem a nagy tömeget, a sok-sok embert, a színes tárikat és a gyönyörű indiai ruhákat és a gyönyörű indiai embereket. És akkor elkezdtem festeni, az egész igazából csak tényleg egy ilyen játéknak indult, hogy hát, hogy akkor mit is csinálja a fotózni, mert fotóztam, akkor kezdtem el festeni. Hiszen itt olyan színek vannak, amiket az ember nem lát máshol. És elkezdtem festeni, megvettem a vibráló színeket, és jöttek egymás után a festmények, és a férjem nagy támogatásával jöttek egymás után a kiállítások, mert azt mondta, hogy ezt meg kell mutatni, nagyon jó, és a vendégek jöttek hozzám, és ők is azt mondták, hogy hú, hát ez
állítsuk már, ez nagyon érdekes. És nagyon jó, és igazából elindult egy ilyen kiállítás sorozat, ami elkezdődött néhány képpel, és aztán ahogy egyre dúltak, és egyre több téma merült föl, meg körbejártunk, de nyilván az ember. Tulajdonképpen a téma az utcán hever szó szerint, szóval nem nagyon kell gondolkodni mindjárt, mit is tessek, mit is tessek meg, kinek az utcán, és ezer olyan impulzus meg információ, meg az inger él, amit így hazamértem be, és már őt is tudok csinálni. Úgyhogy a végére már tulajdonképpen majdnem 150-200 értem haza, és megpróbáltuk azt véghez vinni, hogy lehetőleg minél több helyen bemutasson a festményébe. Hiszen ez mégis európai szemmel, másképp látom Indiát, mint indiai szemmel, más dolgokat tettek létre, vagy nekem más dolgok fura, vagy nekem más érdekes, és akkor így különböző városokban, Belgium-ben, Mumbai-ig, Bangalore, Hyderabad, különböző városokban voltak kiállítások nagy sikerrel, mindenhol nagy sikerrel, mert hát indiai barátaink nagyon-nagyon szeretik a kultúrákat, a művészeket, és nagyon-nagyon kíváncsiak, és nagyon-nagyon érdeklődnek, úgyhogy mindenhol tényleg lenézésre jöttem el, hogy szuper jó volt ez a kiállítás, és akkor így az egyik legnagyobb élmény egyébként, ami nagyon-nagyon visszatérve a Sergéhez, ami nagyon nagy határozó, hogy a kiállítás kapcsán, az Mumbai-ban a Sagi Halasz hotelben volt lehetőségem egy kiállításra, ami igazából amit a Sergének állított az emléket, mert pontosan ugyanazon a napon sikerült megszervezni egy kiállítást ott, az ő emlékére a képeimből, amikor neki is volt ott pont azon a napon egy kiállítás, amin ő díjat is kapott a munkáira, és ezzel egy kicsit úgy emléket állított ennek a fantasztikus dolognak, és a Tajmában egy fantasztikus épület, egy gyönyörű széleső hotel, úgyhogy igazán ilyen reprezentatív volt az egész kiállítás, és nagyon érdeklődés volt. Az egy örökkel volt már az egyszerű. Valahogy olyan büszke voltam rá, hogy akkor ott állíthatok ki, amit a Sergi is kiállítottam. Nagy sikert aratott a legutóbbi kiállításod is, amelynek a címe India My Love, Szerelmem India. Mesélj erről is, hogy ez a kollekció hogy állt össze, milyen ihletforrások voltak ebben, mik a témái a képeidnek. Igazából az India My Love az úgy született meg, hogy amikor kint voltunk Indiában és utolsó kiállításomon, a Sofitel Hotelben, Mumbai-ban, ahol éltünk is tulajdonképpen, és ezzel búcsúztunk el mindenkitől, hogy a lakóhelyünkön csináltunk egy nagy kiállítást. Megígértem az indiai barátoknak a kiállításra jövő művészeknek, ismerősöknek, hogyha én hazamegyek Magyarországra, akkor mindenféleképpen fog csinálni Indiára egy kiállítást, és promotálni fogom Indiát, és bemutatom azt, amit én láttam, amit azért kifestettem, és ez így történt, ahogy hazaérkeztünk Magyarországra, az első adandó alkalommal rendeztünk kiállítást, illetve több kiállítás is volt, és az utolsó kiállítás az a Máté Szartának volt, mielőtt jöttem volna a Georgiába újra, most készítettünk ezt egy nagy, tényleg egy fantasztikus kiállítást, amelynek az volt a cím, hogy India My Love, és az volt a célja, hogy elmutassam, hogy milyen is. Hogy igazából számomra milyen is India, és tényleg azt mondtam, hogy olyan nagy sikere volt. Rengetegen eljöttek felé, akkor már volt a Covid javában. És a képek, hogy egy kicsit, akik nem láthatják, azok is mégis tudják, hogy milyen konkrét témákat ábrázolnak ebben a kiállításban? Hát eléggé vegyes az egész, a stílusok is keverednek, ezt a többféle stílusban festettem,
a téma is, tehát sokféle témát dolgoztam fel, tehát fölfogolgoztam például a fürdés, a szent fürdés, annak a rituáliát, akkor a vízfordónőket, akik tényleg a vízfordás ennek az elég nehéz fizikai, mentális fizikai munkának az árnyékában élnek velünk ezen nap, mint nap. És ezt mosolyogva csinálják hihetetlen. És hát többféle, nem tudom, tehát annyira sok után van, hogy így nem is tudom így elmondani. Tehát, hogy igazából a hétköznapi embereket festettem meg. Azokat az embereket, akikkel találkoztam, akiket nem kitaláltam, hanem azok valós emberek, akik inspiráltak engem ezeket a festményeket a munkákra. Tehát, hogy az emberek állnak a középpontban. Az emberek, az emberek. Indiában filás lehetnek az emberek. Szóval nekem itt az emberek, igen. Indiából jönnek embereket köszönöm magammal. A tekintetüket, a mosolyukat, a színes vibráló ruháikat, a mozdulataikat. Tehát én az emberekkel bűzöttem magam körül, és köszönöm magam a képeimmel. Talán arról már egy kicsit hallottunk, hogy India hogyan érintett téged művészként, de hogyan érintett meg emberként, és az első indiai megérkezésedhez előtthöz képest hogyan változtatott meg? Hát én azt gondolom, hogy India egy olyan színes ország, egy ország, tehát több is egy ország, ami egy kontinens, tulajdonképpen, hogy olyan sok arca van, és hogyha az embernek van rá lehetősége, hogy eljusson különböző részeire, akkor rádöbben, hogy tulajdonképpen minden egyes pontja más és más. És annyira sok impulzus ér és inger, hogy egyszerűen így feltöltődik az ember tőle. És azt mondom, hogy kétféle típusú ember lehet, aki ha kimegy Indiába, vagy imádja, hogy igazából nem látja csak a nehézségeket, meg a problémákat, és azt mondja, hogy ilyesztusom, ezt a sok embert nem tudjuk, hogy lehet elviselni, meg ezt az azt. És én azok közé tartom, szóval én bármikor itt tudok menni oda, és bármikor szívesen vissza is megyek, amit láttam a meg. Tehát én azt szeretem Indiában, hogy az emberek, akiket le is festettem, hogy ezt nem lehet az embereket, rendkívül nyitottak, érdeklődőek, segítőkészek, barátságosak, vendéglátóak, vendégszeretőek, tehát abszolút, ez így igaz, ahogy mondom. És a másik meg, hogy valahogy elsajátítottam azt a dolgot, ami egy kicsit sikerült úgymond lelassulnom. Tehát, hogy egy kicsit úgy sikerült embernek egy kicsit megállni és lelassulni ahhoz a dologhoz, hogy nem tudok. Tehát ugye ez a rohanás, hogy dolog, ez egy kicsit nem így elmúlt, amit kint voltam Indiában, és egy jó érzés volt, és egy kicsit így. Ugye azt is elkezd, az is megérintett, hogy ha sokat beszélgettem ilyen emberekkel az utcán is, hogy nem kell aggódni semmi miatt. Tehát, hogy itt minden úgy történt, ahogy történnie kell, hogy az van, aminek lennie kell, meg így is lesz, és hogy ez egy ilyen jó érzése történt. Ez az, hogy lenyugodtam. Ez volt a legnagyobb, hogy lenyugodtam így járván, és ez nagyon jó érzés volt. Hogy egy ilyen tényleg ilyen nyugalom elárasztott, és a másik, amire rájöttem, hogy ugye nekem a festészet az lesz tulajdonképpen a meditáció, az az én jogám. És hogy ez így kerek lett ez az egész. Még az interjú zárásaként, bár szinte mondhatni, ez is egy tökéletes zárszó lenne, de az utazási élményeidből egy-két képet, ha felvillantanál, hogy India sok szép tája közül mi jut eszedbe most hirtelen, mint... A Váranászi. Hát ez valami fantasztikus élmény volt. Hát
Mindegyik egyébként, de nekem Váronászi, az maga volt így a... Fú! Tehát ott a spirituális, ilyen, ott vibrál a levegőben az a szellemiség, és az egész India ez a, az így áthatja a levegőt, és amikor hajnalban kimentem a folyóra a Gangesre, csónakkal, és tényleg azt éreztem, hogy ez tényleg egy szent hely. Tehát, hogy olyan helyen vagyok, ami mi, úristen, annyira régi, hogy nem is tudom elképzelni. Tehát is ezek az épületek, azok a lépcsők, azok még már ott voltak akkor is. Tehát, hogy ez volt az egyik nagyon csodálatos hely. Nagyon-nagyon szerettem, és nagyon-nagyon érdekes volt, aztán Amritsar is, az is gyönyörű volt, az Arany templomával, fantasztikus volt, a sok gyönyörű turbános férfi, és akkor még ami még ilyen szembe jut, mindegyik pontja annyira más volt, hogy a Goa, mint egy paradicsom ott a tengerpartjával, az egy ilyen kis és láda volt számunkra. Tehát ez is egy fantasztikus élmény volt, hogy oda mentünk először. Bármelyiket mondhatnám, mert felelős élményekkel. Valóban India egy rendkívül sokszínű, rendkívül gazdag, rendkívül magával ragadó ország. Nagyon szépen köszönjük Morovszki Ildikónak, hogy vendégünk volt ma reggel, és megismerkedhetünk a festőművészetével. Köszönjük szépen, viszontlátásra! Köszönöm!